Bőséges kínálat, akár harmadával is többe kerülhet idén a karácsonyfa, de a legtöbb helyen minimum 10%-kal lesz drágább. Óvodai tornaszoba Nyírkátán. A 90 négyzetméteres helyiség építésére a Magyar Falu program biztosította a közel 30 millió forintos forrást. Új vezetőedző a Sparinál, a legutóbb Tiszakécsként dolgozó Visinka Ede készíti fel a jövőben a Nyíregyháza Spartakuszt. Akár harmadával is többe kerülhet idén a karácsonyfa, de a legtöbb helyen minimum 10%-kal lesz drágább. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Már megyeszerte kaphatók fenyőfák piacokon és az utak mellett továbbra is a Nordman és az ezüstfenyők a legnépszerűbbek, de sokan keresik az olcsóbb lucfenyőket is. Évente csaknem 2 millió fát értékesítenek ezekben a hetekben az országban, ennek a mennyiségnek a negyede külföldről érkezik. Fenyőfák Újfehértón az út melletti árusnál, fenyőfák Nyíregyházán a búzatéri piacon. Széles a kínálat, a vásárlók kedvükre válogathatnak a különböző fajtájú és méretű fák között. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy mennyi munka és idő szükséges ahhoz, hogy eladósorba kerüljenek a fenyők. A sima hagyományos lucfenyőnek kb. Olyan 4-5 év, mire megnő 1 méteresre, közben ugye kipusztul kb. A negyede, azt újra kell pótolni. Ezeknek a Norman fenyőnek, ami mostanában sláger, ugye ez nem hullik le, ezeknek a Norman fenyőknek kb. Olyan 1 méteresre még megnő olyan 6-7 év. A nagy roham még nem indult el, a kereskedők tapasztalatai szerint legtöbben a karácsony előtti utolsó napokban vásárolják meg a fenyőfát. Kereslet szerintem a tavalyi évhez képest ugyanolyasmi lesz, mint tavaly, ez az én véleményem. De nem tudni előre, ugye most van ez a válság, minden drága. A fenyő árakat annyira nagyon nem emeltük pont ilyen szempontból, hogy az embereknek csak karácsonyra legyen pénzük megvenni a fenyőfát. Lucfenyő ugye tavalyi évben 4500 forintra adtuk méterét, most 5000 forint méterre, a Normand fenyő adnak 10000 forint most méterre, az ezüstfenyőnek pedig 8000 forint méterre a vágott fenyőnek. Ugye vannak vedres fenyőink, amit földgyökeres el lehet utána ültetni, azok meg így attól függ, hogy milyen méretűek, azok így egyedileg vannak beárazva. Az árak mindenütt emelkedtek, de mivel karácsony csak egy alkalommal van egy évben, a vásárlók a tapasztalatok szerint megveszik a nekik megtetsző fenyőt. Az árak azok a tavalyhoz képest 10-20%-kal, Normand inkább a 30%-kal drágább lett. A lucfenyő az körülbelül a tavalyi árnak megfelelő, bőséges a kínálat. Mi ugye magyar Normand fenyőt árulunk, ami a legnépszerűbb, az a 150 centi és 250 centi közöttiek. A vevők különböző szempontok szerint választanak. Van, aki plafonig érő fenyőt keres a lakásába, van, akinek a fa formája fontos, és olyan is van, aki a karácsony illatát akarja érezni az ünnepnapok alatt. Lucfenyőt keresem olyan közepes méretben, mert én az illatát nagyon szeretem, független attól, hogy mennyit kell takarítani, amikor már, ahogy szokták mondani, elengedi a kis tűleveleit. És a másik pedig az, hogy van erkélyem, és akkor általában ki szoktam rakni, még alá szoktam rakni vagy egy vizes rongyot, vagy valami víz, hogy egy kicsit felszívja magát, mire bekerül a lakásba. Az ünnepek után a gyökeres fenyő kikerülhetnek a kertekbe, a lakásban feleslegessé váló karácsonyfák elszállításáról pedig a hulladékgazdálkodásért felelős cég gondoskodik. Több megyebeli településen ajándékakciókkal ösztönzik a lakosságot a fenyőfák szelektív módon való gyűjtésére. Péntektől tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, a holtankoljak.hu információja szerint a nagykereskedelmi árakat tekintve a benzinára csökken bruttó 7 forinttal, ami érvényesülhet a kiskereskedelmi árakban is. Amennyiben az egyben beépítik a csökkentés mértékét, akkor a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak. A 95-ös benzin literje 638 forintba, a gázolaj literje pedig 711 forintba kerül péntektől. Tornaszobával bővült a nyírkátai Lurkó Kuckó óvoda. A 90 négyzetméteres helyiség építésére a Magyar Falu program biztosította a szükséges közel 30 millió forint forrást. Jelenleg 68 gyermek jár az óvodába, akik most már komfortos körülmények között mozoghatnak az intézmény falain belül.
Így néz ki most az óvoda Nyírkátán. Az oktatási nevelési intézmény az elmúlt évtizedekben nagy változásokon ment keresztül, hiszen a településen folyamatosan nőtt a gyermeklétszám. A 90-es években már annyira magas volt a gyereklétszám, hogy komolyan felvetődött a harmadik csoportszoba megépítése. Pályázati lehetőség nyílt 2004-ben óvoda bővítésre, így lett meg a harmadik csoportszobánk. 2005. szeptemberétől működünk három csoporttal. Most pedig új tornaszobával bővült az óvoda. Az intézményben jelenleg 68 gyermek jár, akik már nagyon várták, hogy külön tornaszobában játszhassanak. Így már teljes értékű óvodai nevelésben részesülhetnek. Ennek örömére egy kis műsorral is készültek az ünnepélyes átadóra. Az óvoda új tornaszobáját a Magyar Falu program által biztosított 29,5 millió forintból tudták megépíteni. A 60 négyzetméteres tornaszoba mellé 30 négyzetméternyi kiszolgálóegység, kazánház és szertár is tartozik. Maga az épület úgy lett megvalósítva, meg a pályázat is úgy szólt, hogy az építésre adtak finanszírozást. Tehát a többi dolgot azt ugye nekünk kell megvalósítani, tehát még az ablakokhoz, ahogy látszódik is, ugye a radiátorok már el vannak zárva, de az ablakok elé még háló fog kerülni, illetve a mennyezeti lámpákat is védeni fogjuk ráccsal. A padló az pedig egy nagyon korszerű, úgymond vinil lapokból készült el. Ez is strapabíró, tehát a gyerekek használhatják nyugodtan, nem lesz semmi gond, mert csúszásgátló, és bírja a használatot. Az épület első tervei már 2014-ben elkészültek, a tényleges építkezés azonban csak 2021-ben kezdődött el. Idáig a csoportszobában tartottak tornaórákat, ennek nyomai látszódnak a padlón is. Ezért is fontos, hogy minél több ilyen fejlesztés tudjon megvalósulni a megye óvodáiban. Minden egyes forint, amely az oktatásnevelésre van fordítva, az többszörösen térül meg, és hát pontosan azt a felnövekvő generációt támogatja, amely adott település, adott közösség szempontjából a megmaradást jelenti. És hát az óvodás gyerekek infrastruktúrális fejlesztése, illetve az óvodai épületek infrastruktúrális fejlesztése, az pedig különösen fontos, hiszen az, hogy milyen környezetben nő fel egy gyerek, milyen játékok, milyen élmények veszik körül, az mind-mind meghatározza a fejlődését. És pontosan az az időszak, amikor az óvodába jár egy gyermek, az, ami talán a legmeghatározóbb a fejlődése szempontjából. Ez már a sokadik óvodai felújítás volt a térségben. 7 önkormányzati tornaszobát, önkormányzati óvodai tornaszobát adhattunk át az elmúlt időszakban, és ennek egyike ez a tornaszoba. A gyerekek nagyon örültek, és azt láttam, hogy a szülők is örömmel vették birtokba ezt a 61 néhány négyzetméteres helységet, mert hogy eddig híján voltak a területnek itt a nyírkátai óvodában. A tornaszoba tetőszerkezetét úgy alakították ki, hogy később akár napelemekkel is fel tudják majd szerelni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai Tisza Becsnél csaknem 150 g kábítószergyanús anyagot találtak egy férfinél. A pénzügyőrök Tisza Becsnél ellenőrizték azt a járművet, amelynek sofőrje 2 doboz cigarettáról tett bejelentést. Beki, a szolgálati kutya azonban az autó csomagtartójánál jelzett, ahonnan még 21 doboz adózatlan dohánytermék került elő. A NAV munkatársai a férfi ruházatát is átvizsgálták, és a sapkájában 2 nejlomba tekert csomagot találtak, aminek tartalma a cannabis tesztre pozitívan reagált. Az adózatlan cigarettát és a csaknem 150 g kábítószer gyanús anyagot lefoglalták, az utóbbit a sofőrrel együtt feljelentéssel átadták a rendőrségnek. Az időseket és a pszichoaktív szerek hatása alatt álló személyeket veszélyezteti leginkább a kihűlés. Nem csak az utcán, a fűtetlen lakásban is minden évben találkoznak a mentők kihűléses esetekkel. Ez egy lassú, elalvás jellegű folyamat, amely akár halállal is végződhet, ha nem érkezik időben megfelelő segítség. 2021-ben a magyar felhasználók által elfogyasztott földgáz mennyisége elérte a 11,6 milliárd köbmétert.
Ha a jelenlegi előrejelzések ellenére kemény lesz a tél Magyarországon, akkor ez a fogyasztás még magasabb lehet, pedig a többszörösére emelkedett gázárak miatt sokan szeretnének spórolni. Egy öregebb épület azonban hamar kihűlhet. Évről évre gyakran hívják a mentőt lakásban, házban kihűlt emberekhez, a komolyabb mínuszok viszont idén óriási problémákat okozhatnak. Minden évben van kihűléssel kapcsolatos sürgősségi ellátási esemény, de el kell azt mondjam, hogy ez nem csak közterületen, szabad téren következhet be, hanem sajnos fűtetlen lakásokban, gyakorlatilag esetleg rosszabb szociális körülmények között élő betegek, akik magukat nem tudják ebből a szempontból ellátni, tehát ilyen körülmények között is alakulhat ki lehűlés. Az országos mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, még van hova fejlődni, de évről évre javul a társadalmi felelősségvállalás, jobban figyelnek egymásra az emberek. Emellett egy komplex szociális védőháló is segít abban, hogy minél kevesebb legyen az ilyen esetek száma. Nagyon jó együttműködés van a megyében is, a hajléktalan ellátó szervezetekkel, különféle szociális segítő szervezetekkel, hiszen nem mindig egészségügyi problémával állunk szemben, vannak olyan esetek, amikor ez inkább szociális jellegű probléma. Minden év elején a téli időszak kezdetén ezek a szervezetek összeülnek, a kormányhivatallal, rendőrséggel, katasztrófavédelemmel és tényleg minden társszervvel, annak érdekében, hogy értékeljük a helyzetet, felkészüljünk a térre, felkészüljünk ezekre az eseményekre, pontosan azért, hogy ha lehet, akkor előzzük meg ezeket a kihűléssel járó egészségkárosodásokat. Kihűlésről akkor beszélünk, ha a testhőmérséklet tartósan 35 Celsius fok alá süllyed, a 32 fok vagy az alatti érték pedig már életveszélyes lehet. A kihűlés minden esetben azonnali kórházi ellátást igényel. Ha a kihűlés tünetei jelentkeznek, például sápat vagy kékes lilás bőr, fáradékonyság, hidegtapintású bőr, esetleg zavart beszéd, azonnal mentőt kell kérni a 112-es segélyhívón. A mentő kiérkezéséig a betegről el kell távolítani a nedves ruhát, és paplannal a pléddel kell betakarni. Nem javasolt azonban a dörzsölgetés, a meleg radiátorhoz fektetés vagy a forró vízbe ültetés, hiszen ezekben az esetekben a hirtelen felmelegedő testrészekben fokozott vérkering és indul meg, amely a vér egyenlőtlen eloszlását ezáltal sokkot okozhat. A nyíregyházi Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola is csatlakozott az első országosan meghirdetett állatvédelmi témahéthez. Az esemény keretében előadások és bemutatók hívták fel a figyelmet a terület fontosságára. A témahét célja a szemléletformálás, valamint a hazai állatvédelem helyzetének javítása volt. Ezek a látványos plakátok fogadták azokat, akik beléptek a Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola épületébe. A figyelemfelhívó alkotásokat az iskola diákjai készítették. Az Északi Agrár Szakképzési Centrum intézményének elmúlt néhány napja az állatvédelemről szólt. A tematikus hetet egy országos programhoz csatlakozva rendezték meg. A 12. osztályos Pradlik Győző Tibor otthon kutyát tart, családja pedig számos haszonállattal foglalkozik. A tanuló előadást tartott a témahét keretében, ő is úgy látja, egyre nagyobb szükség van az állatvédelemre. Szerintem hazánkban és így a világban is szinte sok olyan állatfaj van, ami kihalófélben, és szerintem ezt, hogy meg kéne védeni őket, és hogy látszódik a földön, így hogy már egyre jobban védik őket. Az állatvédelmi témahéthez óvodák, iskolák és civil állatvédő szervezetek csatlakozhattak, országszerte pedig összesen csak nem 140 ezer gyermeket sikerült bevonni a programba. A Lippai iskolában arra törekedtek, hogy ne csak a téma szakértői tartsanak előadást a diákoknak, hanem a tanulók is megosszák meglátásaikat előadások vagy rajzok formájában. Több témát hirdettünk meg az állatvédelemmel kapcsolatban, például, hogy mit jelent az, hogy szaporítás, mit jelent az, hogy tenyésztés, ugye a kettő közötti különbség, mit jelent az ivartalanításnak a fontossága, a külső-belső élősködők elleni védekezés, tehát több téma volt a hallgatóknak megadva, ebből választhattak, plakátversenyt is hirdettünk, és a mai napon pedig kis előadások bemutatására kerül sor. Az iskola a hétköznapok során is nagy hangsúlyt fektet az állatvédelemre és a fiatalok szemléletformálására. Nekünk ugye az iskola jellegéből adódóan ez nagyon fontos. Ugye több gazdasági állattal is rendelkezünk a tanüzemben, felnőtt képzéseinkben a társállatok is szerepelnek. Van állatorvosi asszisztens képzésünk és kutyakozmetikus képzésünk, és az állatokkal való bánásmód nagyon-nagyon fontos.
A Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola az állatvédelmi témahéten adományokat is gyűjtött, amit aztán a nyíregyházi állatbarát alapítványhoz juttattak el. A nyíregyházi huszárezred tisztjeinek közös sírhelyét, valamint Nyíregyháza első polgármesterének, Nagyváradi Incédi György és családjának sírhelyét is felújították a nyíregyházi északi temetőben. Az emlékhelyek rendbetétele közel 1 millió forintba került, amelyet a Nemzeti Pantheon Alapítvány és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület közösen biztosított. Az egykori nyíregyházi 14. huszárezred tisztjeinek közös sírhelyénél helyeznek el koszorúkat a nyíregyházi északi temetőben, ahol 7 huszár nyugszik. 90 éve állították a sírkövet, az idő vasfoga pedig nem kímélte. Szükségessé vált a felújítása, mondta el Bene János, a Magyar Huszár Alapítvány titkára. De nem csak a huszárok sírhelyét újították fel, hanem Nyíregyháza első polgármesterének, Nagyváradi Incédi György sírhelyét is. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, a város történelmének kiemelkedő alakja fontos része Nyíregyháza szellemi örökségének. Az Incédi sor az a város rész, róla elnevezve, ahol éltek annak idején. A nagyon jelentős szakképzőiskolánk az Incédi róla van elnevezve, és a város kiemelkedő díja az életműdíj is, amit azok a személyek kapnak, akik egész életükön át egy területen kiemelkedőt alkottak, és ezzel a város rangjának, hírnevének a növeléséhez hozzájárultak. Ez egy nagyon szép dolog, de az nem volt annyira szép, hogy a sírhely nem volt jó állapotban. Ezért fontos ez a felújítás, meg azért is, hogy a mai köztudatban is éljen a városok történelme, mert a Nagyváradi Incédi György nevéhez két olyan kiemelkedő történelmi esemény kapcsolódik, ami Nyíregyháza fejlődését nagyban meghatározta és elindította. 1824-ben a második örökváltság, 1837-ben pedig a városi privilégium kivívása, amiben akkor ő még ügyvédként vett részt, aztán 1838. februárjában ezen tevékenység elismeréseként is választották meg Nyíregyháza első polgármesterévé. A huszárezred tisztjeinek és a polgármester sírjának mintegy 1 millió forint értékű felújítását a Nemzeti Pantheon Alapítvány és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület támogatta. Így és Gábor helytörténész a megemlékezésen felhívta a figyelmet Nagyváradi Incédi György leszármazottjaira is, akik közül többen szintén ezen a helyen nyugszanak. Borbála nevű lánya, aki 102 esztendőt élt meg, és az ő férje Marsalkó Gusztáv, aki Nyíregyháza városnak a pénztárájának az ellenőre volt hosszú-hosszú éveken át, és az ő három lányok nyugszik még mellettük, akik közül Julianna, Borbála, Izabella neve olvasott a síremléken, illetve a családtagok között még a tesik név, ott egy tesik Tibor és egy tesik Margit. Tesik Margit azért említésre méltó, mert abban a házban élt, ahol az Incidinek az első polgármesternek a lakóháza volt, és ő abban a két világháború között időben egy óvodát működtetett. És a végén, a névsó végén pedig az állítatónak, aki az egész síremléket állított, az ő neve olvasható. Nyíregyháza első polgármesterének és családjának sírhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010-ben nyilvánította a Magyar Nemzet virtuális panteonjának részévé. Visinka Ede a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője. A legutóbb Tiszakécskén dolgozó szakembert és az új sportigazgatót, Fekete Tivardalt csütörtöki sajtótájékoztatóján mutatta be a klub. Az NB2-es tabella 15. helyén telelő Spari január 2-án kezdi el a felkészülést. Az év első bajnoki meccsén január 29-én Szombathelyen lép pályára a Nyíregyháza. A Győr elleni 2-0-ás hazai vereséggel és a tabella 15. helyén zárta az őszi szezont a Spari. A csapat szereplése alaposan elmaradt a várakozástól, annak ellenére, hogy 20 forduló alatt 3 szakember is megfordult a Nyíregyháza kispadján. Már a harmadik fordulóban edzőváltás volt, és utána Huszár Géza megbízott edző vette át a irányítást, és hát a kezdeti eredményesség az nem folytatódott, úgyhogy úgy éreztük, hogy itt az ősz végén mindenféleképpen olyan szakmai irány kell venni, ahol bízunk abban, hogy a csapatot tudjuk stabilizálni,
Az őszi szezonból kiindulva mindenféleképpen tavasszal a stabilizáció lehet a fő szempont, és bízunk abban, hogy a szurkolóink is ezt látni fogják, érezni fogják. Ez nyilván az eredményekben fog megmutatkozni, bízunk abban, de szeretnénk lépéseket tenni ahhoz, hogy a szurkolók visszatérjenek a stadionba, pályára. A hét elején jelentette be a klub, hogy a hét eszendőn keresztül a Szent Lőrinc csapatánál dolgozó Fekete Tivardal lett a Spali Sport igazgatója. A tulajdonosúrral azért, mivel a közelmúltban nem egyszer egyeztettünk, beszélgettünk nagyon sokat a fociról. Nem állok a nagy titkot, hogy már nyáron is egyszer nagyon közel voltunk egymáshoz, de akkor úgy hozta az élet, hogy én maradtam annál a klubnál, ahonnan most érkeztem. A jó kapcsolat az megmaradt utána is, beszéltünk nem egyszer itt a mérkőzések után, és amikor itt igazából az elmúlt, mondhatom így, hetekben konkrétan megkeresette azzal az ajánlattal, hogy csatlakoznék-e, mint sportigazgató, akkor úgy döntöttem, hogy ehhez a projekthez szeretnék csatlakozni, és akkor egymás kezébe csaptunk és megegyeztünk. A csütörtöki sajtótájékoztatón kiderült, hogy a legutóbb a Tiszakicske kispadján ülő Visinka Ede felel a jövőben a csapat szakmai munkájáért. Szeretem, hogyha csapatom egy tudatos futballt játszik, szeretem, hogyha birtokoljuk a labdát, szeretem, hogyha agresszív a csapatom, úgyhogy az a célom, hogy ezt a Sparival is kialakítsam, legyen egy igazi játékstílusunk, amiben azonosulni tudnak a Sparinak a szurkolói, és azt gondolom, hogy ezre képes vagyok, és a játékos keret is képes lesz erre. Egy pici kis finomítással szerintem ezt meg tudjuk csinálni, és sokkal föntebb van a Sparinak a helye, ez itt nincs dilemma, és én azt gondolom, hogy a stábbal és a csapattal együtt ezt meg tudjuk csinálni. Tavasszal 18 mérkőzés, sok pont van, amit ki szeretnénk venni ebből a közösből. Én azt gondolom, hogy képesek vagyunk erre. Természetesen szükség lesz egy kis időre, még megismerem a csapatot. Nagyon rövid a felkészülés, 4 hetünk lesz erre. A Spari január 2-án kezdi el a felkészülést. Végig hazai környezetben dolgozik majd a csapat, 4 edzőmeccset játszva a január 29-én esedékes szombathelyi tavaszi rajtig. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Akár harmadával is többe kerülhet idén a karácsonyfa, de a legtöbb helyen minimum 10%-kal lesz drágább. Már megyeszerte kaphatók fenyőfák piacokon és az utak mellett. Továbbra is a Nordman és az ezüstfenyők a legnépszerűbbek, de sokan keresik az olcsó lucfenyőket is. Évente csak nem 2 millió fát értékesítenek ezekben a hetekben az országban, ennek a mennyiségnek a negyede külföldről érkezik. Tornaszobával bővült a nyírkátai Lurkó Kuckó óvoda, a 90 négyzetméteres helyiség építésére a Magyar Falu program biztosította a szükséges közel 30 millió forintos forrást. Jelenleg 68 gyermek jár az óvodába, akik most már komfortos körülmények között mozoghatnak az intézmény falain belül. Visinka Ede, a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője, a legutóbb Tiszakécsként dolgozó szakembert és az új sportigazgatót, Fekete Tivadart csütörtöki sajtótájékoztatóján mutatta be a klub. Az NB2-es tabella 15. helyén telelő Spari január 2-án kezdi el a felkészülést. Az év első bajnoki meccsén január 29-én Szombathelyen lép pályára a Nyíregyháza. December 15-én csütörtökön a Kölcsei televízió híradóját látták, pénteken este ismét jelentkezünk majd a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken erősen felhős vagy borult idő valószínű, de délen és keleten szakadozottabbá válhat a felhőzet. Az összefüggő csapadékzóna észak-kelet felé távozik, mögötte szorványosan valószínű zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi-észak-nyugati felén 5 és 9 fok között alakul.